Eddig 11 embert vettek őrizetbe a münsteri pedofil ügyben. Az eddigi adatok alapján legalább 3 gyereket használtak ki az elkövetők, közölte a helyi ügyészség szombaton. A hatóságok 500 terabájtnyi gyerekeket ábrázoló pornófelvételt foglaltak le a Németváros környékén tartott házkutatás során. Az elsőrendű gyanúsítottat már korábban kényszergyógykezelésre ítélték gyermekpornográfia miatt. A 27 éves férfi ellen május közepén kiadott körözésben 15 rendbeli elkövetéssel gyanúsítják, de hangsúlyozni szeretném, hogy valószínűleg ez még csak a jéghegy csúcsa, mondta a münsteri főügyész. Pornográf felvételeken a férfi barátnőinek 3 gyermeke is szerepel, ők 5, 10 és 12 évesek. A nő engedte meg, hogy a gyanúsított férfiak a kisfiúkat megerőszakolják. Az ügy nyomán az Észak-Rajna Vesztfáliai belügyminiszter elrendelte az ilyen ügyekkel foglalkozó nyomozócsapat megerősítését.